Bajtársaim, tisztelt jelenlévő! Újra itt vagyunk advent első vasárnapján, mint azt minden évben tesszük. Őrizzük kultúránkat, vallásunkat, hitünket. És tesszük ezt szent meggyőződésből, dacára mindannak, ami körülöttünk történik. Itt vagyunk a világ legszebb fővárosának egyik központjában, melyet a nemzet nagyjai építettek, őriztek, s melyért a vérüket adták. Nos, egy évszázaddal ezelőtt talán semmi különös nem lett volna abban, amit ma csinálunk. Hisz míg 1920-ban közel 85%-a a magyarságnak kereszténynek vallotta magát, mára ez a szám körülbelül 48%-ra tehető. Persze ezeket a viszonyokat ti és mi vagyunk azok, akik leginkább érezzük, akik mi fővárosiak vagyunk. De mi lehet ennek az oka? Összetett, de mégis azt gondolom, hogy roppant egyszerű a válasz. Ez alatt a 100 év alatt volt közel 50 olyan év, amelyet halott évként rabláncon hordtunk végig. Halott évek! Mert a nemzet, mint olyan, megszűnt létezni a köztudatban, s lett belőle nép. Hogy Vas Albert szavaival éljek, néppé gyúrták a nemzetet. És talán elsőre nép és nemzet között nem is tűnik úgy, mintha nagy különbség lenne, igaz? És talán mi is sokszor így használjuk. Ám véleményem szerint ez téves. Téves, mert a nép egy irányítható, összefogásra képtelen, megalkovásokkal teli, gondolkodni nem akaró tömeg, mely inkább választja a kisebbik rosszat, mint a megpróbáltatásokkal és kockázatokkal teli, de mégis igaz utat. Nép voltunk a szocializmus alatt, és sok szempontból talán még ma is ennek a levét isszuk. Barátaim, gondoljunk bele a ténybe, a puszta ténybe, hogy ezért a keresztállításért a kerületi vezetés jutalomként folyamatos megfélemlítést és bírságok tömkelegét szabta ki ránk egészen tavalyig. Bocsánat, ideig. Ugyanis Soproni Tamás többször is nyilatkozta, hogy szerinte itt a téren nincs hely a keresztnek a felállítására. Mi viszont sokkal inkább azt gondoljuk, hogy szerinte a keresztnek nincs itt helye. Ugyanis a globalisták célja nem csak az életellenes ideológiák terjesztése. Célpontjukká vált a kereszténység, mint olyan ellehetetlenítése, és céljuk bűntudatot ébreszteni a keresztényekben hitük gyakorlásáért. És beállítják azt kirekesztőként, ódivatuként, és beállítva a keresztény embereket, mint szektás bolondokat. Ismerős? Azt gondolom, igen. De ezt a stratégiát mi már jól ismerjük. Ismerjük, de nem hagyjuk, és nem alkusszunk meg. Bármi is legyen, ez a kereszt itt állni fog minden egyes évben. Hitünket soha el nem hagyhatjuk. Hinnünk kell a végsőkig, mert a hit a nem látott dolgokban való meggyőződés, és a remélt dolgokban való bizonyosság. Bármilyen nehéz időket is élünk, hiszem, hogy Isten kezében van ez az ország, mert Magyarország, keresztény ország, az volt 1000 éven keresztül, az is marad, és az is lesz a jövőben. Az életellenes ideológiáknak itt nincsen helye. És hogy mi a nemzet? A nemzet önállóan gondolkodó egység. Magáért kiállni képes, és tenni akaró, büszke magyarok sokasága. Nos, ezt a magyarság már számtalanszor megmutatta. Elég csak a 20. század nagyjaira, Héja Sivára, Prónai Pára, vagy egy emberöltőnyit később a Pongrácz családra gondolni. A nemzet olyan egység, mely bátor, mely ellentmondást nem tűr, mely saját érdekeit s kényelmét a nemzet oltárán bármikor feláldozni kész. A nemzet védi az életet, s aki nemzeti, maga is életvédő. S látszik, hogy az utóbbi időben a magyar nemzet, mint halott, felébredt a kómából, ám még ágyban fekszik, és lábadozik. De bizonyosan eljön az idő, barátaim, mikor a magyar nemzet újra talpra áll,
s lesz egység, s lesz erő, s lesz feltámadás. És majd, amikor mi is megőszülünk, és életünk révbe ér, gyermekeink ajkán újra zeng majd a Hiszek egy, és jelmondatuk lesz majd Isten, haza, család. Isten áldjon titeket!